Tehát akkor a Csillagászati Mozgalom történetéről 81-ben, amióta és ameddig én akkor részt vettem a csillagászati ismeretterjesztésben, menjünk tovább, most csak fölvillantjuk. Ugye jött a Heli Üstökös, és akkor ennek kapcsán egy irodalomkutatást végeztünk a könyvtárban, és fölkutattuk azokat a régi nyomokat, hogy mi is volt a 910-es években, hogy akkor megmérgez minket minden, meg a cián, meg ez az amaz. Lehetett olvasni, hogy hát akkor még a Ógyalán működő intézetben Terkán Lajos volt az első magyarországi észlelő, aki megpillantotta a Heli Üstökös a tárcsöven keresztül, és azt is lehetett olvasni, hogy Székesfehérváron ismerte ezt a előadásokat, egy zsúfolt teremmel nagy közönség előtt tartott ismeretterjesztő előadást. Következőt Hajmási Józsi bácsi összefoglalója. Következő a Nagy Rezső, aki ez őneki a diplomamunkája volt, aki az Ötvös Egyetemen szervezett csillagászati ismeretterjesztő. Nem tudom, mi volt ez befejezni, mi volt a neve pontosan ennek a kurzusnak. Két éves volt, vagy mennyire Rezsőves? Három éves kurzus, tehát ott készült diplomamunkája. Következő. Egy munkatársunk a Videótonban, Báder László, aki Prágában végzett, és ezért bírta ezt a szép nyelvet, ami északra esik tőlünk, és ő lefordította ezt a csillagképek atlaszát, és menjünk tovább, és összeszerkesztettük. Turka Zoli a következő összefoglaló 1992-ben. A történetünkről következzünk, menjünk tovább. Szó volt ugye, vagy nem volt szó? Ugye Sajnovics János, ugye Tordas, Vardő, Helmiksa és Vénusz és Földtávolság. Tehát az ő latin nyelvű könyvét Nagy Rezső édesapja lefordította magyarra, és ilyen hasonlás kiadásban kiadtuk. Következő. A szó volt már róla, ugye a Télapó kiadvány, amit hát Trubko Zoli szerkesztett. Hát 27 számot ért meg 10 év alatt. Menjünk tovább. De időszaki kiadványnak volt mindig titulálva, tehát nem szűnt meg, csak most időszakilag még lehet folytatni. Terkán Lajos életéről és munkásságáról. Még annyit, hogy itt ül Barta Lajos barátunk a körünkben. Ő hívta fel figyelmünket arra, hogy volt egy székesfehérvári születésű csillagász, szakcsillagász, és ezért kapta róla a nevét a csillagvizsgálónk. Következő. Az előbb már többször hallott Pintér Randás, és még majd szóba kerül. Ugye összeállították a szkeptikus találkozókból ezt a kis kötetet, és ebből olvasta fel Nagy Judit a Tóth Laci visszaemlék, felmosuk el a lépcsőházat. Következő. Józsi bácsi két hét híján 100 évet ért meg, és az ő nekrológia olvasható ebben a kis összefoglalóban, amit elkövettem. Következő. Sárkeresztesen van egy parkerdő, és ott megkértek bennünket, hogy egy ilyen táblát csináljunk. Hát ez a térkép, mennyi Balázs a következőre. Tehát itt van ez a kis tábla, aminek két oldala van. Az eleje ilyen, a hátoldaja pedig így néz ki. Aki arra jár, javaslom, nagyon szép helyen van, érdemes végigmenni. Nyilván a legtávolabbi helyen van. Következő, végül a mai. Mindenki megkapta az acskójában ezt a legfrissebb kiadványt, amit Nagy Dezső készített, és az összefoglaló is ez alapján készült. Na, ennyi. Ennyi lett volna a kiadványainkból. Következnek a szkeptikus találkozók. Mandi, olvasod? Hol vagy? Elment. Igen.
hogy akkor ne én mondjam el Trubka Zoli gondolatait, hogy hogyan is kezdődött el a szkeptikus találkozók, és utána Rendi következik, és utána ti. Jó? Tehát személyesen is. Akkor innentől kezdve hosszabb. Ide jössz? Szerintem én ezt ebből kiveszem. Korlátozza az ember. A rutin. Szóval, a szkeptikus találkozók 1995-től az idén már a 23. október 28-án. Hogyan is kezdődött? Ez Trubka Zoltán visszaemlékezése. Ez az idén már a 23. október 28-án, ez volt a hirdetés része a dolognak, tehát aki erre jár, október 28, és az Óbudai Egyetem, hogy hívják az intézményt, vagy a kar, Alba Régia Műszaki Kar. Tehát az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kar, és a Budai úton. Ne találja mindenki. Trubka Zoltán visszaemlékezése, avagy hogyan is kezdődött. Gyakran vádolják a szkeptikusokat, ezek volnak mi, hogy nem hallgatják meg a másik felet, kapásból elutasítanak minden érvet, sőt, bizonyítékot. Nos, részben ennek megcáfolására, részben nyereségvágytól vezérelve, és persze nem kis kíváncsisággal mentem el arra a tavaszi UFO fesztiválra, melyet a Megyei Műveletési Központ szervezett 1995. május 13-án. Székesfehérvárot természetesen. Sok szempontból tanulságos volt a rendezvény. Ezekről a természetvilága 1995. szeptemberi számában megjelent cikkben be is számoltan. Innen az anyagi érdek, teszi hozzá Zoli. Az UFO fesztivál hosszúra és kimerítőre sikeredett. Hazafelé ballagva pedig egy záport is sikerült kifognom. Otthon, aztán megszárítkozva a meleg lakásban és édesanyám kiváló töltött paprikája révén, hamar összeszedtem magam. Ekkor jött az ötlet, hogy érdemes lenne a szkeptikusok számára is találkozókat rendezni, ahol a résztvevők fórumot kaphatnak és tapasztalatot cserélhetnek. Mert hogy 1995-től valóban meg is valósultak ezek a szkeptikus találkozók, eleinte szkeptikus találkozónak, később szkeptikus konferenciának nevezték őket. És igen, ami az átnevezés Magyarics András, az átnevezés egyik oka Magyarics Andrásnak ezzel való érvelése, hogy ennek még egy rangját emeli a dolog, és úgy tűnik, hogy ez így is lett. Tehát valójában egy eléggé elismert rendezvény, ami ugye most már 23. alkalommal fog megrendezésre kerülni, és hát itt a különböző áltudományos területeknek a megvitatása a különböző területek, a különböző érintett területek szakemberei által történik. Illetve időnként ezt lehet fűszerezni egy kicsikét a megtévesztésnek a megtévesztés különböző módszerének az ismertetésével. Hát egy ilyen igen nagy formátumú személyiség, aki sajnos látogatást itt akkor nem tett, 1992-ben látogatott Magyarországra. Vannak is azt hiszem a jelenlévők közül olyanok, akik ott voltak ezen a találkozón. Talán Dűr Jancsira nézek, aki egyértelműen jelzi, hogy ott volt. Én akkor még nem is tudtam, hogy mit jelent szkeptikusnak lenni, de már dolgoztam az ügyön. Akkor még az UFO hívőként. És aztán James Randi itt járt 1992-ben, akkor a néhai Szent Ágotani János professzor kezdeményezésére egy jelentős csapat is összeállt később, ebből lett a Tényeket Tisztelők Társasága. És a Tényeket Tisztelők Társasága nagyon-nagyon komoly szerepet vállalt abban, hogy a itteni áltudományok, magyarországi áltudományellenes mozgalmat elindították. Tehát tulajdonképpen azt propagálták, hogy fel kell lépni az különböző áltudományokkal szemben, és mindenképpen ellen kell tartani annak a teljes mértékben elharapózott őrület hullámnak, amit még akkoriban fogalmuk nem volt arról, hogy aztán az internet betörésével mekkora mennyiségű ökörség tud majd elterjedni a világban. És
James Randi ennek az egész szkeptikus mozgalomnak nemzetközi szinten talán a legnagyobb alakja és legfontosabb szószólója. Ő eredetileg egy szabaduló művész, bűvész, szemfényvesztő, aki hasonlóan nagy elődeihez, Houdinihez, akire nagyon gyakran hivatkozik, mindig ezt az egészet arra próbálja felhasználni, hogy bemutassa azt, hogy hányféle különböző módon csalják meg az érzékeinket, hányféle különböző módon próbálnak átverni minket és kicsalni a pénzünket különböző kamuszolgáltatásokért, mint például a különböző szellemidézések, a kézrátételes gyógyítások és egyebek. Na most James Randi a természet világának van egy minden évben meghirdetett diákpályázata, amire James Randi felajánlott egy szkeptikus külön díjat. És hát olvassam föl, azt mondja Gyuri, hogy olvassam föl, ne szabad beszédben ismertessük James Randit. James Randi a világhírű amerikai bűvész már több mint 3 évtizeddel a mit helyett a mint szót javasoltam volna. 3 évtizeddel ezelőtt $10,000 díjat tűzött ki annak, aki ellenőrzött kísérleti körülmények között valami olyanra képes, amit a tudomány jelenlegi állása szerint nem képes megmagyarázni. Kezdeményezésének az évek során számos támogatója akadt, létrejött a James Randi Oktatási Alapítvány, és a korábbi díj összege a szponzoroknak köszönhetően $1,000,000 emelkedett. Erre az összegre bárki pályázhatott. Sajnos ez az állítás már így ebben a formában nem teljesen igaz. Ugyanis most már csak egy nagyon-nagyon szigorú brand szerint most már nagyon-nagyon kivételes esetben foglalkoznak egyáltalán a kérdése, ugyanis annyi bukta volt a dologban, annyiszor jólt olyan, hogy valaki megpróbálta, aztán az első szűrővizsgálaton elesett, elhasalt, úgyhogy ebből mostanában nem nagyon próbálkozott már senki sem. James Randinek viszont volt a természetvilágához írt levele, amiben azt írja, nagy örömmel használom ki a lehetőséget, hogy soraimmal megjelenhetek a természetvilágában. Egy híres és nagyra értékelt folyóiratban, amely kimagasló színvonalon ismerteti és népszerűsíti a tudomány eredményeit. Már többször is volt részem abban a megtiszteltetésben, hogy megemlítettek ezeken az oldalakon, és évekkel ezelőtt megfogalmazódott bennem az ötlet, hogy díjat írok ki az arra érdemes magyar diákoknak. Most jött el az ide, hogy a rendi díjasok itt gyülekezzenek. Gábor, légy szíves, gyere ide. Gyülekezzél. Hát Fehérvár 3 rendi díjassal. Mert a Dallos Robi az a Takás Gáborral együtt csinálta a gabonakört. Elment Amerikába. Tehát nem lakik itthon. Tehát összesen, tehát 3,5 darab rendi díjasunk van, ebből 2 itt van, és a Dallos Robi ígérte, hogy jön, és akkor tegnap délután felhívott megint, hogy valami közben jött neki, és mégse tud jönni. Tehát akkor ő lett volna, ők azok a Takás Gáborral együtt, akik a gabonakört csinálták. Még ott volt egy vetíteni való az enyémről, és ugye a Friderikus Sándor vette a szárnyaik alá, és védte meg őket a egyéb jogi procedúráktól, ugye beperelte őket a nem tudom micsoda, TS, hogy károkozott, milyen kárt okoztak, és akkor amíg elé kerül, akkor utána a következő rendi díjasunk, az már itt van, Fűrész Gábor, és akkor és a harmadik pedig a Bandi, aki már többször megnyilvánult. Mert ugye te utána Gábor egy előadást fog tartani, én viszont megragadnám a szót, hogy előtte azért egy pár szót szóljak erről az egészről. Tessék. Hozott a kettéfűrészet kuparáról egy fotót. El fogod mondani, még az előadásod előtt elmondod a sztorit? Akkor elmondom a sztorit, mert ővé az elsőség. Ja? Jó, mindegy. Hogyha átdugtok gyorsan egyik laptopból a másikba, akkor mutatok egy, csak nagyon röviden 3 képet, utána úgyis unni fogtok, mert én fogok beszélni. Majd igyekszem sietni, bár meglátjuk, hogy milyen gyorsan végzek jó magam.
Az én randidőm esete az nagyon gyorsan úgy történt, hogy szerettünk volna egy olyan fényképet csinálni, ahol a kupola úgymond ketté van fűrészelve, amikor is ugye egy hosszú expozíciós felvételt készít valaki úgy, hogy a fényképezőgépet kupolán kívül elhelyezi, és a nyitott rést belső világítással elforgatja. Ez volt a kép, ami jól sikerült. Aztán lett egy következő kép. Megpróbáljuk. Igen, ez volt a következő kép. Mert nem tudtam akkor még ugye filmre fényképezni, nem volt digitális fényképezőgép, hogy meg lehessen nézni az eredményt közvetlenül. Úgyhogy készült egy kép egy 1000 wattos ISO megvilágításával is, ami így nézett ki, amit én első lendületből kisdobtam a szemetes kukába, mert hogy hát ez használhatatlan. És aztán Trubka Zoli jött és kiemelte, leszett róla a barack helyet, és mondta, te Gábor, ezzel kéne kezdeni valamit. És hát azt kezdtük vele, hogy ebből lett az UFO, amit aztán az esti, Pesti Est címlapján egy szerkesztőség közelállással lehoztunk, mint UFO képet, és megkértük, hajazván arra, hogy a gabonakörök egy évvel korábban voltak, hogy mi is ott láttuk Fehérvár mellett, aki szintén látta, az legyen és írjon be a szerkesztőségbe, aminek az lett az eredmény, hogy 8 levél érkezett a szerkesztőségbe, majd az UFO magazin is felkarolta a sztorit, megvizsgálták a képet, és állították, hogy ebben van egy elterített földi kislány, egy humanoid ott a szélén, akit Hegyi Csabának hívnak. Egyébként adózó is humanoidnak hívom én, és Montrealban él, és sokszor találkozunk. Meg egy majom, meg egy kiskutya, meg akármi benne, lényegtelen. Szóval ez volt a sztori, és aztán ennek lett az eredménye az, hogy én is megkaphatom a Randi díjat. James Randivel én nem találkoztam egészen tavalyig, amikor meglátogattam floridai otthonában, ahol egy egész hosszas, kellemes délután sikerült vele eltöltenem sok-sok mindenről beszélgetvén. Aki nem találkozott James Randivel, az sajnálhatja, ugyanis egy fantasztikus figura. Így 89 évesen is, amikor én találkoztam vele, ereje teljében úgymond, és humoránál, és mindenféle bűvésztrükkökkel ellátva, olyan környezetben, ahol Martin Gardner matematikus íróasztalánál, Arthur C. Clarke által aláírt novellák között, és stb. Tehát egy ilyen baráti társága rendelkező emberről van szó. Most te jössz, addig én előkészülök az előadásra. Te vagy a következő. És hát, hogy hogyan, az így egy jó kérdés, és azóta is vakarom a fejemet, hogy ez hogy történt, hogy ebben az illusztris társaságba bekerülhettem a rendi díjasok közé. De azt tudom, hogy hogy kezdődött. Ezért is Trubka Zolit lehet okolni. Nagyon sajnálom, hogy nincs itt egyébként, de itt most úgyis azt csinálná, hogy fogná és kimenne és kisétálna, amíg róla beszélünk. Úgyhogy legalább ezt megspóroltuk. Azért annyit hadd mondjak el, hogy amikor én ide bekerültem, és ezzel szeretnék egy kicsit kapcsolódni a Csillagda történetéhez is. 14-15 éves kis tacskóként, akkor én úgy jöttem, hogy azért érdekelt a csillagászat, mert nagyon vonzottak az UFO-k. És még volt egy természet fölötti jelenségek atlasza című könyv is, amiben le volt írva, hogy az ökörhajcsár csillagkép irányából egyszer lehetett látni egy, vagy volt valami rádiójel, aztán mit csináltam? Fölmentem a megyfára, és abba az irányba megkerestem csillagtérképen, hogy hol van, és abba az irányba villogtattam egy zseblámpával, hogy hát vigyetek el, gyertek, értem. Tehát ilyen szinten voltam, amikor ide bekerültem. És emlékszem az egyik első alkalommal, amikor megérkeztem ide a szakkörre, ott állt egy ember, akiről azt hittem, hogy mondjuk ilyen szüleim korabeli. Ahogyan az egész, ahogy beszédstílusa, ahogy ott mindenki rá tekintett, teljesen ez volt a meggyőződésem. Később tudtam benne, hogy ugyanaz volt az osztályfőnöke 4 évvel azelőtt, mint hogy én bekerültem a Teleki gimnáziumba, és nagyon gyorsan sikerült kiválasztanom magamnak a példaképet. Aztán nagyon-nagyon messze sikerült jutni attól, amit ő csinált, de maga az út, amin elindultam, az volt az, amiért nagyon hálás vagyok neki is. És most fő se néz, nehogy véletlenül kiderüljön, hogy Fűrész Gáborról van szó. Szóval bekerültem ide, és Trubka Zoli és Fűrész Gábor szárnyai alatt kezdtem el ismerkedni a csillagászattal. És ez egy hatalmas lökést jelentett abban az irányba, hogy megtanuljam, hogy ha az ember fölnéz a csillagos égre és elkezdi megismerni mindazt, ami ott van, akkor rájön, hogy ez sokkal izgalmasabb, mint mindenféléket oda képzelni, amik valójában nincsenek is ott. És aztán, amikor 95-ben az első szkeptikus konferencia lezajlott, akkor még nem voltam itt, de 96-ban a második szkeptikus konferencián már igen, amikor az ember belép az akadémikusok közé, és itt kis
PC gyerekként, hát 16 éves sem voltam, 14-15 éves voltam. Ez egy hatalmas lökést adott ismét. És Rupka Zoli viszont nem hagyta annyiban a dolgot. Ő minden alkalommal arra próbált minket buzdítani, hogy vegyünk részt a különböző diákpályázatokban, a különböző versenyeken, diákversenyeken, fizikai versenyre mentünk. A MANT-nak volt egy diákpályázata, és a Természetvilágának a diákpályázatán is részt vettünk időnként. És az egyik alkalommal Zoli megjelent egy olyan kis könyvecskével, amit úgy hívtak, hogy UFO Atlasz. Egy Verőcei W. Ernő nevű úriembernek volt a kis észlelő atlasza, intelligens plazmagömböket észlelt, és az egyik legjobb észlelő hely, amit leírt, az itt volt Fehérvár határában. Na, több se kellett nekem, édesanyám állandóan oda hurcivált kifelé, vitt az autóval, és megnéztem, hogy hát mit lehet ott észlelni. Hát próbálkoztam, leírtam az észlelési tapasztalataimat, és a végén leírtam azt is, hogy hát szerintem miért nem láttam semmit, és hogy azok, amiket valójában láttam, ezek mire foghatók, és aztán egy kicsikét ezt kiegészítettem egy kis UFO történelemmel, és ezt benyújtottam a Természetvilága diákpályázatára, amiért szerencsémre megkaptam a rendi díjat. És ettől kezdve már nem volt menekvés a szkeptikus világból, és a szkeptikus konferenciák azóta is az életem legfontosabb részévé váltak. 2006-ban ennek eredménye volt többek között, hogy megalakítottuk a Szkeptikus Társaság Közhasznú Egyesületet, ami bizonyos értelemben megpróbálta továbbvinni azt, amit a Tényeket Tisztelők Társasága kezdett, aztán ezt egy kicsikét a mozgalmi jellegű tevékenységbe fordítani át, és aztán ezt azóta is csináljuk, most már jelentős követői táborunk van, körülbelül 100 állandó tagunk, tehát egy ismert társaságról, szervezetről van szó. És ennek nagyon örülök. Közben azóta elkezdtük építeni Raskó Gáborral, akit szintén itt ismertem meg a szkeptikus konferenciák alatt, elkezdtük építeni az európai szkeptikus megjelenést is és mozgalmat is. Most is egyébként éppen pár nap múlva megyünk majd Wroclawba, Lengyelországba, ahol az európai szkeptikus kongresszus lett, és ha minden jól megy, ott fogok találkozni James Randivel. Egyszer már találkoztam vele 2010-ben szintén egy szkeptikus konferencián Londonban, és egy ekkorka emberről van szó, akit viszont egyszerűen, amikor körbe megjelenik a teremben, akkor mindenkit elönt ez a hihetetlen mértékű szeretet és elismerés érzése, amire minden okuk megvan. És valami olyasmi, amit az ember nagyon-nagyon át tud élni ilyenkor, ez nem egyfajta személyi kultusz. Ez olyasfajta elismerés, amit az ember olyankor érez, mikor visszagondol azokra az emberekre, ma már emlegettük Tóth Lacit is, akinek köszönhetően én tudok kapcsolódni ahhoz, amit Nagy Judit emlegetett, ez a holisztikusság. Az, amit egyébként nem szabad nagyon elcsépelni ezt a kifejezést, mert a láltudományok művelői azok is szeretik használni a holisztikus gyógyászat meg ilyen jellegű dolgokban. De inkább arról van szó, hogy a művészet és a tudomány, a kultúra és a tudomány nem választható el egymástól. És hát Tóth Laci ezt nagyon-nagyon jól tudta, és Tóth Laci ezt nagyon-nagyon következetesen és határozottan képviselte, amiért az ő emlékét is méltóképpen érdemes ápolni. És amivel szeretném zárni, az, hogy mindez, amit én viszek magammal, és akármikor találkozom külföldi szkeptikus kollégákkal, azokkal, akik szintén az áltudományokkal szembeni tudományos ismeretterjesztést, és ezt a Tóth Laci által emlegetett lépcsőház felmosást próbálják csinálni. Tehát mi minden nap azon dolgozunk, hogy próbáljuk felmosni a lépcsőházat, és nem kérdezni, hogy van-e értelme, mert meggyőződésünk, hogy muszáj. És mindezt azért szerettem volna így nagyjából megpróbálni így egyben elmondani, mert mindehez az alapokat számomra és még sokunk számára a Szabadműveledés Háza és a Szabadműveledés Házán belül is a Terkán Lajos bemutató csillagvizsgáló nagyszerű kollégái, azok a tanárok, Hudoba György, Nagy Rezső, Fűrész Gábor és Trukka Zoltán, akik mindent megtettek mind az elmúlt néhány évtizedben azért, hogy azok a fiatalok, akik bekerültek a kezük közé, akiket rájuk bíztak a szüleik, hogy kicsit tanítsanak nekik csillagászatot, ők nem csak információt és ismereteket kaptak, hanem egy egészen fontos és nagyon-nagyon komoly szemléletet arról, hogy hogyan működik a világ és hogyan működik a tudomány. És ezt ebben Gábor majd egy kicsikét most kicsikét mélyebbre fog ásni a távcsövek világában, ha minden jól megy. De kérdezem Gyurit, hogy van-e lehetőség egy hozzászólásra,
mert Dűr János szeretne hozzászólni, és ő neki a hazai szkeptikus mozgalomban szintén igen jelentős szerepe volt a Tényeket Tisztelők Társasága. Alapító tagja volt a Tényeket Tisztelők Társaságának, ugye, és a Természetvilága munkatársaként. Akkor szeretném átadni a szót Dűr Jánosnak egy picit. És aztán utána következik Fűrész Gábor. Ja, ott vannak a Dalos Robert és Takács Gábor a Friderikus Show-ban, ha valaki emlékszik még esetleg rájuk, az UFO szakértőkkel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor átadom a szót Dűr Jánosnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rövid bemutatást. Még annyit tennék hozzá, hogy köszönöm szépen Hudova Györgynek is a személyes meghívást, és a Tudományos Újságírók Klubja gratulációját és elismerését is szeretném átadni a csillagvizsgáló jubileumához. Még a Randyhez kapcsolódva csak annyit szeretnék, én 92-ben találkoztam vele. Megtanított bennünket akkor egy pár bűvésztrükre, és találtam egy kanalat, itt van nálam, nem tudom, 25 éve csináltunk utoljára ilyesmit, de ezt közben megpróbálom meghajlítani, hogyha itt akarati úton természetesen, míg beszélek. Tulajdonképpen én a csillagászattal kapcsolatban 1970-es évekbe kerültem, amikor Zombori Otto és Kulin György, közben már működik, odaadom, jó, mert most már lesik szét, mert... Tehát Zombori Otto és Kulin György kinevezett a citadellai részleg bemutatójának. Most én azért jöttem, hogy egy ajándékot átadjak, mert a spontán hozzászólónak nem kell sokat beszélnie. Azon gondolkodtam, hogy... Tehát... Ugye 50 évvel ezelőtt, amit beszélek, 50 évvel ezelőtt még nem foglalkoztam csillagászat, ez 67 volt körülbelül. Akkor szívátültetés, meg ezek voltak porondon, azzal is foglalkoztam, de mellékes. 40 évvel ezelőtt épp láttam a kupola beemelésének évében, mert 73-ban Zomboriék nem vittek engem el a Kopernikusz emléktúrára, de azért, mert nem ismertek még. Én néhány évvel később szerveztem osztálytársaimmal egy kirándulást, és végigjártuk ezt az utat, Fromborg, Torun, Olsztin, Kakko, eljutottunk Gdanszkig, és ott találtam egy kiadványt, amit ott meg is vásároltam, de a méreténél fogva nem vállaltam, hogy hátizsákban hazaviszem, úgyhogy postán elküldtem, és 40 évig az én tulajdonomban volt, de gondolom, hogy itt jobb helye lesz a házban. Ez tulajdonképpen a De revolutionibus orbium coelestiumnak egy kéziratának egy faksimiléje, de ez nem járt egyedül, egy lengyel fordítást is adtak hozzá, tehát két kötetes a könyv, kis könnyítésnek abban egy kis német összefoglaló van. Ezt most szeretném átadni a születésnap alkalmából. Ez a faksimile. Úgyhogy ezt... Olvassátok haszonnal. Ez már hozzájár ez a lengyel leírata. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.